Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Rigó Zoltán, a Karcagvárosi Polgárőr Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és örülök, hogy itt lehetek ismételten. Legutóbb, mikor itt járt nálunk, akkor megtudtuk, hogy az Egyesület az 1995-ben alakult, azóta működnek. Nemrégiben egy kis vérfrissítést tartottak, toborzást hirdettek. Mikor volt pontosan ez a toborzás, és mi indokolta? Hát a toborzásunknak a pontos ideje szeptember 22-ére volt meghirdetve, és ezt nem kimondottan a Karcagi Egyesület, hanem a Megyei Polgárőr Szövetség hirdette meg, úgyhogy a megyében minden polgárőr egyesület részt vett ebben a toborzásban, és minden egyesületnél volt, meg volt hirdetve 10 órától 15 óráig a toborzás, ahol próbáltak törekedni az egységes megjelenítésre és egyéb olyan dolgokra, ami a polgárőrséget jellemzi, tehát hogy nyomtatványok, ezért az alapszabály, hiszen a jelentkezők ismerjék meg a helyi egyesületeket, és hát én a sajátunkról tudok beszélni, bár ugye hallottam a megyei adatokat, de én azzal nem igazán foglalkoznék, hanem ugye nyilván a saját egyesületünk érdekel, még érint minket leginkább. Hát meg a várost. Meg is, hát ugye? A várost, gondolom, leginkább, mert azért az utóbbi rendezvényekre már elég szűkösen tudtunk megjelenni. Az előzetes várakozásaink alapján azt mondom, hogy ha 5-6 érdeklődő lesz, akkor már megérte. És aztán az volt, hogy déli 10 fő fölött jött, és a meghirdetett 15 órás záró időpontig 18 jelentkező töltötte ki a jelentkezési lapot. Most ez nem egyértelműen azt jelenti, hogy 18 taggal bővült az egyesületünk automatikusan, hanem egy több lépcsős folyamatnak a kezdete volt ez, hogy olyan embereket kerestünk, akik tenni szeretnének valamit a város közbiztonságáért, illetve szeretnének az egyesület munkájába bekapcsolódni. Első lépcsőként hát egy ilyen szűrő rendszer szerint van, tehát a 18 jelentkező, ugye azóta megtartott elnökségi ülésen 13 jelentkezőnek az előzetes jelentkezését fogadtuk el. Milyen kritériumoknak kell megfelelni egyébként? Nagyon egyszerű, 18 évet betöltött büntetlen magyar állampolgár legyen, vagy lehet esetleg olyan külföldi állampolgár, akinek ugye az adott településen van az állandó vagy az ideiglenes lakcíme. Tehát ami feltétel. Hányan voltak a toborzás előtt? A taglétszámunk, hát ez ugye két részből áll, mert van egy egyesületi taglétszámunk, illetve van egy aktív taglétszám, akit... Tehát gyakorlatilag akik a bevethetőek. Hát ez olyan 12-3-4-5 ember. Tehát nagyon kevés. Én úgy gondolom egy karcag méretű település. Uh-huh. És ahhoz viszonyítva, hogy mondjuk egy 4-5 évvel ezelőtt voltunk 50-55 aktív taggal. Én emlékszem, amikor legutóbb itt járt, akkor ugye mindig, amikor válaszol egy-egy kérdésre, akkor én föl szoktam írni az adatokat, azt hiszem, hogy a legutóbbinál, vagy lehet, hogy egyel előtte 52 főt hát mondott. A taglétszám, tehát a taglétszámunk most jelen pillanatban is 48 fő volt, de ugye ebből vannak olyan tagjaink, akik 65 évet betöltötték, és ez miatt aktív szolgálatban nem tudnak részt venni, mert a biztosító egy olyan feltételt szabott, hogy 65 év felettire nem vonatkozik ez a csoportos balesetbiztosítás, ami az egyesületnél van. Én nem szeretném bevállalni, és nyilván nem várom el sem egyik olyan polgárőrtől se, hogy esetleg egy polgárőri szolgálatban bármiféle baleset éri, akkor kiessen vagy a munkából, vagy a családja köréből, és itt most nem feltétlenül támadásokra kell gondolni, hogy az egyesület tagja támadás éri, de tényleg egy szolgálat alatt sötétbe járőrözve, akár egy lábficam, vagy egy törés, bármi, tehát lehet, és ugye ez miatt volt, aztán az előző beszélgetésünk előtt volt az, hogy a taglétszám csökkent oly módon, hogy az egyesület közgyűlése elfogadta, hogy legyenek ugye az aktív tagok, illetve pártoló tagok, akik ugyanúgy az egyesület tagjai a rendezvényeinken részt vehetnek, bár szolgálatban nem járnak, viszont a tagdíjat fizetik, és ezzel segítik ugye a munkánkat, meg hát nem mellékesen azért az időseknek a tapasztalatára számítunk minden téren. Milyen rendezvényeik szoktak lenni, ha már így a rendezvényeket említette? Hát, saját rendezvények, legutóbbi, amikor
ezt a pár embert, aki ugye szolgálatban van, egy közös vagy ebédre meghívtuk, hiszen azért jó pár órát töltöttek ők kint Karcag közterületein, és úgy gondolt az Egyesület elnöksége, hogy bár az Egyesületnek erre pénze nincs, de az elnökség ugye 5 főből áll is megvendégeltük azt a 10-12 embert, aki szolgálatba jár. Én úgy gondolom, hogy ez egy sikeres volt, és próbáltuk kicsit összekovácsolni a tagokat. Aztán ezen kívül ugye majd a legközelebbi, ami ilyen egyesületi rendezvény, amit eddig minden évben meg tudtunk tartani, és próbáljuk, hogy idén is a tagjaink gyerekeit Mikulás nap alkalmából felköszönteni. Most egyelőre úgy néz ki, hogy bár ugye távlati terv, hogy próbálunk ott is egy főzéssel, egy kis csapatépítő tréning jelleggel összehúzni, és kötetlenebb beszélgetés, mint az egyesületi megbeszéléseken, tehát itt akár családtagok részvételével. Aztán ugye a rendszeres programjaink a minden hét hétfőn, tehát minden hónap első hétfőn megrendezett taggyűlés, amikor a szolgálatok, illetve reményeink szerint ugye tudjuk előre egy hónapra a munkahelyi elfoglaltságainkat, és aki tudja, hogy milyen időpontban szabad, akkor az jelzi, hogy ő most melyik nap ér rá szolgálatba menni. Legközelebbi, szerintem itt október 23 nagyon a nyakunkon van, úgyhogy próbáljuk majd az önkormányzati rendezvényt egyelőre saját erejünkhez képest lebonyolítását segíteni, mert hiszen mi bonyolítjuk. Említette ugye, hogy 13 új tag felvételéről döntöttek, vagy folyamatban van. El, igen. Tehát ők voltak-e már bevetésen, úgymond, tehát teljesítettek-e már szolgálaton? Nem, és ez az első lépcső, és ezt nem taglaltuk tovább. Tehát ők átestek egy olyan szűrőn, ami ugye a legfőbb együttműködő partnerünk a rendőrség. És hát itt, mint említettem, 18 évet betöltött büntetlen előéletű, tehát próbáljuk kiszűrni akár az aktív tagjaink közül is azt, hogy ha valakinek bármi nemű konfliktusa adódik a hatósággal, akkor kellemetlen részünkről is, illetve a hatóság részéről is, hogy utána együtt járunk akár egy szolgálatban. Tehát így maradt ez a 13 fő, az ő kiértesítésük jelen pillanatban zajlik, és utána innentől lehetne bővíteni a létszámot ezzel a 13 fővel, ha megjelennek majd ugye a november 5-én megtartandó taggyűlésünkön, és akkor ott már az Egyesületnek a jelentkezési lapját kellene, hiszen ez egy megyei szándéknyilatkozat volt végül is, amit kitöltöttek, hogy szeretnének az Egyesülethez csatlakozni. Ugye ez a 13 fő, ha kitölti a jelentkezési lapját, és veszi a fáradtságot valóban, hogy tényleg szeretne dolgozni, tehát komolyan gondolta ezt az elhatározását, akkor utána még egy oktatáson kell részt vegyenek, amit a Megyei Oktatási Bizottság fog megtartani vagy Karcagon, vagy Berekfürdőn, hiszen már itt mondtam, hogy csak a sajátommal szeretnék foglalkozni, de hozzátartozik, hogy a karcagi régióban 50 fő jelentkezése volt, és a megyében talán ilyen 200 fő új jelentkező volt. Tehát itt a karcagi régióban 50 fő az oktatását kell majd megoldani a megyei bizottságnak, és hogyha ott sikeres alapismereti vizsgát tesz, akkor kezdhet el szolgálatba járni. Hogyan működnek együtt a társszervekkel, vagy a megyei szervezettel, vagy egyesülettel? Milyen a kapcsolatuk, mennyire tartják a kapcsolatot, milyen szinten? Hát, ha nem is napi kapcsolatban vagyunk, de hetente ugye az információk áramlanak, és a kistérségi referens az, aki kapocs az egyesületek és a megyei szövetség között. Ilyen heti e-mail váltások vannak, hiszen körlevelek, egyéb tudnivalók, rendezvények biztosításával kapcsolatban, ugye október 23-a, illetve a következő hétvége, hogy ne sokat pihenjenek az emberek. Ugye jön a halottak napja, amikor majd a temetők környékén lesznek felelhetők tagjaink. Próbáljuk ott is a biztonságot közvetíteni, vagy valamennyi biztonságérzetet sugallni esetleg, illetve felhívni a lakosság, a temetőbe kilátogató lakosság figyelmét, hogy értékeket ne hagyjanak az autóba, zárják be az autót. Tehát igazán ilyen kapocs, mert sajnos nem csak a jó szándékú emberek látogatják ilyenkor a temetőket. A
Történt-e már olyanra példa vagy precedens, hogy mondjuk valaki nagyon szeretne polgárőr lenni, aztán eljön az első éjszaka, amikor szolgálatot kell teljesítenie, nagyon elszánt, nagyon akarja, de utána azt mondja, hogy hát ez nem ilyenre gondoltam, nem szeretem én a sötétet. Tehát, hogy szokott-e ilyenre példa lenni, hogy valaki visszakozik utána gyakorlatilag? Közvetlen az első szolgált után nem biztos, mert olyankor azért mindenki egy izgalommal felfokozott állapotban van, és mindent újként él meg, de aztán a hónapok folyamán azért lemorzsolódik. Ezért is alakította ki az Egyesület azt a szokást, hogy van egy fél éves próbaidő, amikor már ugye minden papír, minden kritériumnak megfelel, de van egy olyan úgymond próbaidő tényleg, hogyha ő úgy érzi, hogy ez nem, mégse neki való, akkor elmenjen, illetve egyedül még nem láthat el szolgálatot, tehát egy olyan polgárőrre van szolgálatban, aki már régebben, így van, tehát megvan a tapasztalata, helyismerete, és ami kell a szolgálathoz, és akkor ő is elmondja, hogy mi a vélemény, tehát akár úgy mondhatnánk most mai szóhasználat, hogy egy mentor, aki ugye figyeli, hogy milyen szolgálat van. Tehát nem az a lényeg, hogy most kimegyünk valahova, ahol esetleg oda kell állni, és határozottnak lenni, mert nem az a lényeg, hogy verekedésbe vagy konfliktusba keveredjünk, hanem akár egy határozott fellépéssel meg lehet akadályozni különböző szabálysértéseket, bűncselekményeket. Ez nagyon szép szám egyébként, amit mondott, hogy 18-an jelentkeztek. Mi az az ellenszolgáltatás, vagy mi az, amit tud adni a Polgárőr Egyesület azoknak, akik az idejüket, energiájukat rászánják arra, hogy polgárőrök legyenek? Nagyon jó csapatba kerülnek. Tehát igazán semmiféle anyagi szolgáltatással nem jár ez a szolgálat. Tehát itt tényleg minden egyes tag a saját szabad idejét áldozza föl, és azon kívül, hogy ezt a családjától elveszi a szabad idejét, nyilván pénzt is áldoz erre, mert ugye tagdíjat kell fizetni, hiszen egyesületként működünk, egyesületi tagdíj van, ha minimális összeg is. Valamint azért szolgálatok ellátása nem mindig gyalogos formában történik, hanem van olyan, amikor ugye a tagnak a saját gépjárművét kell használni. Aztán mikor milyen az eklézsia, ha tudjuk fizetni, akkor természetesen szolgálatonként megpróbálunk egy 50 km-es keretereig üzemanyag költségtérítést fizetni. Hát ez nyilván attól függ, hogy van az Egyesület, bár most ugye nem panaszkodunk, de mindig mindenhol a pénzből van a legkevesebb. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen most az eklézsia, ha az ön szóhasználatával élek, miből tudják magukat fenntartani? Hát egyrészt ugye az állandó bevétel, ami a tagoktól bejövő tagdíj. Ja, tehát tagdíjat fizetünk. A tagok. Ez mondjuk nem, tehát havi 100 forint, tehát ez nem egy nagy összeg, viszont hogyha minél többen vagyunk, annál több ez a 100 forint havonta, tehát annál nagyobb a bevétel, illetve a Belügyminisztérium támogatja az Országos Polgárőr Szövetséget és az Országos Polgárőr Szövetség, ugye megyei szövetségeket, megyei szövetségek pedig az elvégzett munka és munka alapján ugye a helyi egyesület, vagy a tagegyesületeit. Van-e pályázati lehetőségük? Idei évben nem tudtunk olyan pályázatot, illetve ami működési pályázat volt, ott későn kapcsoltam, és arról ott időhiányban kifutottunk, tehát az nem jött össze, ugye minden évben volt NCI, illetve a SZKHT által írt működési pályázatok, de hát ugye ez mind abból adódik, hogy mint mindenki az Egyesület tagjai munka mellett végzik, mint mondtam, és arra viszont nincs anyagi lehetőségünk, hogy akár egy profi pályázatíróval vagy pályázatíró céggel készítessük el a pályázatokat. Tehát itt ezt ketten-hárman szoktuk meg, akkor úgy mondom inkább, hogy a elnökség tagjai szoktuk megírni a pályázatokat. És hát ez ugye mind az, hogy a munka mellett kinek milyen mellékfoglalkozás, a család, egyéb probléma, és sokszor van nehéz összeegyeztetni azt a szabadidőt, amit rá tudunk fordítani erre.
Milyen pályázati lehetőségek vannak egyébként? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk eszközre lehet-e pályázni, akár egy gépjárműre. Tehát láttunk már olyan települést, ahol polgárőrség felirattal ilyen fehér autó, vagy nem is tudom milyen színű, talán a Berekbe is lehet ilyet látni. Hát, hogy a Berek ilyenre... az jó példa, mert ott az önkormányzat támogatta az egyesületet, illetve az önkormányzat vásárolt az egyesületnek, de említettem kis újszállást. Tehát ilyenre nincsen lehetőség? Van lehetőség, de ezek az autók, tehát vannak olyan tagegyesületek, ahol nem az önkormányzat támogatta az egyesületet, illetve vásárolt az egyesület számra vagy saját részére, és az egyesület használatában lévő gépjárművet, hanem a megyei szövetségen keresztül van gépjármű az egyesületnél. Arról viszont tudni kell, hogy azok olyanok, hogy rendőrség, határőrség, vagy a társszervek által már elhasznált járművek. Tehát azért ilyen ennek, leselejtezett úgy idézőjelbe. Még lehet, azért működőképesek ezek az autók, de én úgy gondolom, hogy azért ahhoz egy biztos anyagi háttérnek kell lenni. Nézze mindenkit, szerintem mindenki, hogyha a családi kasszában néz, látja, hogy egy autó azért mennyit visz üzemanyag szint, azért fenntartási költségei, műszaki vizsga, tehát nem sorolnám, mert iszonyat költségek. És nyilván ehhez olyan támogatásra lenne szükség, hogy fent tudjuk tartani, és akkor nem a saját gépjárművünkkel kell menni, hanem az egyesület tulajdonában lévő, vagy használatában lévő gépjárművel. Mennyire veszélyes polgárőrnek lenni? Volt-e már valami atrocitásuk? Hát szemtől szemben nem. Tehát azért azt el lehet mondani, hogy itt nem rendfenntartó, vagy megteremtő, hanem igazán úgy szoktuk jellemezni, hogy egy kapocs szeretnénk lenni a lakosság és a hivatalos szervek között. Tehát egy ilyen közvetítő szerep a lényeg, és nem az, hogy mi most oda menjünk, és hát ilyen nagyon idézőjelbe, de egy pofon kíséretében térítsük az útra, hiszen ez a hivatalos szerveknek sem áll lehet, vagy nem lehetősége, így nekünk sem. Tehát hála jó égnek, eddig nem volt rá példa. Problémamentesen olyan volt, hogy már kerültek veszélyes szituációba, de ezért is szeretjük mind az együttműködő partnereinkkel, hogy közös szolgálatokat lássunk el. Toborzás, azt mondják, hogy nem ért még véget. Mi most a tematika? Hát ugye most, ha az elmúltról, tehát a szeptember 22-i toborzás, ugye, mint mondottam, most várjuk, hogy majd jöjjenek november 5-én vissza hozzánk ezek az emberek, akik már egyszer megtiszteltek a bizalmukkal, és hogyha onnan, tehát kitöltik az Egyesület jelentkezési lapját, akkor onnantól kezdve úgymond már tagjai az Egyesületnek, bár akkor még mindig erkölcsi bizonyítványbeszerzés, tehát még azért vannak itt olyan dolgok, amik kellenek, viszont attól a naptól számítható az egyesületi tagságuk. És ha pedig másik részről nézzük a toborzást, akkor valóban nem ért véget, hiszen a megyei szövetség a sikeren felbuzdulva úgy döntött, hogy ezen túl, ha nem is fél évente, de évente egyszer meg fogja rendezni. Nekünk ez azért jó, mert ugye új tag, tehát egy kis vérfrissítés jöhet az egyesületbe, másrészt pedig nem a mi költségünkön megy. Tehát, mint mondottam, azért elég szegényes a költségvetésünk, és azért itt a reklámköltségekre, hiszen ugye nem reklám, de ugye a Karcag televízióban is, illetve a helyi médiában megjelent megyei rádióban ment a híradás, illetve riportok mentek, tehát próbálták beharangozni, és én úgy gondolom, hogy ennek volt köszönhető ez a megyei szinten lévő nagy érdeklődés. Annyira, hogy ugye a megyei elnökség, vagy a megyei szövetség elnöke az országos szövetségben elnökségi tagként is funkcionál, és olyan jó híre ment, hiszen a környező megyékből jöttek az elnökök, hogy végignézzék, és minket is megtiszteltek, tehát meglátogattak, hogy milyen a toborzás, tehát hogy folyik, és egyéb ilyen apró dolgokat, észrevételeket tettek, és ahogy hallottuk a megyei elnöktől, visszhangként nagyon, nagyon jó visszhangja van, úgyhogy elképzelhető, hogy nem megyei szintű lesz, hanem akár régiós, vagy akár országos toborzónapot is terveznek majd. Nagyon helyes. Hogyha heti átlagot lehetne venni, akkor mennyi szolgálatot teljesítenek? Hétfőtől szombatig minden éjszaka. Tehát mindig minden van valaki. Minden éjszaka vannak, vagy legalább egy fő van szolgálatban. Este
tehát a kora esti időszaktól kezdenek, tehát 8 óra, 85 pár perc, és akkor éjfél, hiszen, mint mondtam, hogy a tagok másnap munkába mennek, tehát munka mellett végzik ezt a szolgálatot. Úgyhogy hát ez jó lenne, hogyha mint munkáltató elvárnám az alkalmazottamhoz, vagy alkalmazottamtól, hogy másnap azért kipihenten és a munkára alkalmas legyen. Uh-huh. Természetesen ugyanezt tőlünk is elvárják a mi munkaadóink. Mi a jövőbeni terv? Milyen létszámmal lennének nagyon elégedettek például? Hogyha az aktív létszámba fel tudnánk állítani azt, ami ugye a toborzás előtt volt a teljes létszám, akkor az nagyon boldoggá tenne, gondolom, mindenkit, tehát itt az Egyesületen belül, mert ugye, mint mondtam, hogy minden nap járnak szolgálatba, és ugye volt olyan tag, aki egy héten kétszer-háromszor is ment. Na most ez heteken, hónapokon keresztül nem biztos, hogy tehát tartható. Tehát mondjuk jó lenne mindenkire egy tehát, hónapba, hogy, egy nap esne például. Beszéltük, igen, hogyha visszáll az a 2007-2008-ban lévő aktív létszám, akkor ez azt jelenti, hogy ha mindenki egy napot van szolgálatba, akkor én úgy gondolom, megtette a kötelességét, amit vállalt, és még sincs túlterhelve. Hát akkor további jó toborzást kívánunk, sok-sok jelentkezőt, és további sikeres működést. Köszönjük Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Kedves nézőink, mára megköszönjük figyelmüket.